Ez tényleg egy csoda. Heyman Zoli mondta, hogy jöjjek, én nézem meg. Mese szép. Bejöttem a kertbe, már a kert is, de az épület is egy csoda. Micsoda arányérzékük volt, nem? Mikor épült ez? 1840 körül, addigra teszik a... Rekordkor. Igen. Igen, késő klasszicista talán. Igen, késő klasszicista. Uh-huh. Nagyon szép. Stílusban. Na, mesélj, gyorsan, jó? Tehát milyen állapotban volt, mi, hogy történt? Hát 2008-ban vásárolta meg a férjem a kastélyt, uh-huh. Dr. Halász Zsolt, és utána kezdte a felújítást. 2008-2009-ben még kisebb munkálatok, elsősorban a kertet, majd 2009-től már nagy mellbedobással az egész épületet elkezdte. Gondolom ez egy romb volt, nem? Teljesen. Tehát olyan állapotok voltak, hogy hátul konkrétan nem volt kert, mert csak egy ilyen egybefüggő nagy kétméteres gaz volt, tehát nem lehetett hátulról az épületet látni. Aponyi Rezső gróf volt az utolsó lakója, illetve utána még voltak a fiátok. Aponyi Rezső grófnak a második házasságából volt egy fogadott lánya, Bella, és Bella kisasszonyja még volt szerencsénk találkozni. Sajnos nem, időközben meghalt, de 3 évvel ezelőtt nyáron meghívott minket a bécsi otthonába. De drága! És vittünk neki kis kerti virágot, kis házi szörpöt, kis lekvárt hozzá, és előkerültek a régi fényképek, amely számunkra döbbenet volt, mert végre láthattuk a valóságot, hogy hogy nézett ki ugye az egész kert és az egész épület, és hogy milyen növények voltak, és tehát fantasztikus. De milyenek? Mesélj! Engem is ér, minket is. Hát számunkra, vagy legalábbis számomra megdöbbentő volt, mert eredetileg is próbáltuk a régi típusú növényekkel beültetni a kertet, de rengeteg fenyőjük volt, ami számomra meglepő volt. Mert örökzöld. Igen. Akartak zöldet látni télen is. Igen. És ugye ők ezt nem csak nyári lakként használták ezt az épületet, hanem életvitelszerűen éltek benne. Uh-huh. Egyébként ebből is adódik az, hogy kis kastély és nem kúriaként használjuk, igen. Mert ennek utána mentünk, hogy mi a különbség a kettő között, úgyhogy ők itt éltek. Ez a másik épület volt a magtár, vagy mi volt ez régen? Kocsiszín volt. Kocsiszín. A grófnak itt volt a kocsija meg a lovai, illetve egy része a barátokat, hogyha jöttek, akkor itt fogadta őket, úgyhogy ennek mintájára vissza is állítottuk ezt. Igen. Így, csak hát a lovak helyett most... Autók vannak? Igen. Régi autók. Régi autók állnak bent. Mekkora egyébként az egész terület? 4 hektár. Hú, nagyon nagy. Azért ezt beparkosítani arról a csupasz állapotról, az nem volt kis játék. Hát igen, de ugye az állatok is segítenek itt a fűnyírásban. És, akik ugye, most elbújtak a meleg elől. Nem bírják ezt a meleget, illetve ugye a konyhakertünk is van, ami tényleg számunkra nagyon fontos. De milyen csinos ez innen is. Innen tudjuk egy picit a zöldségeket frissen felvinni a konyhára. Ami így nap mint nap, igen, kell. Sziasztok! Szia, Guszti! Szia, Guszti! Szia, szia! Szedded még az utolsó friss alapanyagokat? Friss alapanyagokat az angolnához. Na, akkor veled főzök? Igen. Vagyis te főzöl velem? Jól van, akkor menjünk. Jó, menjünk. Még egy kis szabad egy ilyen frissítő szemet? Persze. Jó. Ja, nyugodtan még szedjük össze, amiket tárkonyt. Tárkonyt azt mondom, szedünk meg egy kis paradicsomot, mint teszek. Akkor innen neked is szedheted. Persze. A konyhakerti zöldségeken kívül még valamit tudtok előállítani? Igen, van 6 birkák lenne a kert mellett még. Biofűnyírók. Biofűnyírók, igen, aként funkcionálnak. Cserépedénybe fogod készíteni? Cserépedénybe fogunk készíteni egy kis angolnát, nyári zöldségekkel, új burgonyával és kecskesajta. Na, ilyenkor vagyok boldog, amikor idejövök, cserépedénybe sütünk, és igen, használva van. Igen, igen. Látszik, hogy nem miattam vettek nem, egyet. Nem, nem először van. Igen, 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 igen. Pikenjük egy kis vajjal, úgy kezdjük. Jó, igen. Mert az kell azért alá. Igen, és a hal szereti a vajat. Így van, a hal az nagyon szereti a vajat. Igen. És például az angolát ezt én fogtam. Jaj, de konkrétan. Jó. Hogy most egy kis krumplit halmozunk az aljára. Milyen szép burgonyát.
egy kicsit. Jó kis friss zsenge cukkini. Jó kis zöldíz, igen, egy kis petrezselyen is, mert igen, jó frissességet ad neki. De tulajdonképpen ezt variálhatjuk, ami van a kertben. Így van, bármiféle, egy kis tárkonyunk is van. Hogyha padlizsán, vagy... Bármi lesz. Én még ilyen nagyon zsenge zöldbabot is el tudnék képzelni. Amikor a tárkony is nagyon jó, mert azt szereti az ilyen tejszínes ételeket, illetve igen, alakat is. Igen. Nagyon jó illik a halakhoz. Tárkony zsája, ezek nagyon jók a halhoz, a petrezselyem. Most egy kicsit sózunk, így rétegenként azért, minimálisan legyen az íze. A hal már be van sózva? A hal már be van sózva, előre ezt be szoktam sózni, igen. Egyébként angolnát milyen horgászati módszerrel lehet fogni? Hát fenéken. Ez ragadozó? Ez ragadozó, uh-huh, igen, és fenéken horgáztunk, víz fenekén, és csokorgirisztával sikerült. Tehát harcsáztunk igazándiból, de angolnát sikerült fogni. Na nem baj. Nem volt baj, abszolút a dolog, úgyhogy... És akkor ezt forrázni kell, amikor tisztítod? Vagy hogy jön nem, az a nyákosság nem, róla? Nem, ez leszoktam nyúzni. Ja, az a legtisztább ügy, igen. Igen, igen, és akkor először lenyúzom, és akkor utána tisztítom. Lehúzod egybe a bőrét. Igen, meg kell vágni a nyakán, és akkor jó erősen. Általában rongya vagy fogóval le lehet húzni, uh-huh, egy mozdulattal az egészet. Igen, mert egyébként nagyon nehéz tisztítani ennek az angolnának, igen, igen, a bőrét. Igen. Nagyon csúszós. Tesszük az angolnákat is. És egy tejszínre? Kis tejszín teszünk rá, úgy, hogy körülbelül félig legyen a... Uh-huh. Tejszínnel azt annyira nem szoktam, hogy ellepjem, mert akkor nagyon tocsogós lesz. Mindig most már muszáj gondolni. Mivel a burgonya az felszívja a nagy részét majd így. És... Há, jó sűrű lesz, mert kioldódik, igen, a burgonyából a keményítő. Még egy pici só szerintem ezt lefedjük, és akkor a régi konyhába fogjuk ezt most betenni a kemencébe. Oda a lenti, amit megtaláltak, így a csillájt. Így van, így van, amit a csilláig megtaláltak. Jó, oda fogjuk, mennyit betenni. Sül? Hát körülbelül egy óra sütés kell. Lassan egy órát. Lassan jó, egy órát. Így szuper, van. Nagyon köszönöm, Guszti, óriási, nagyon tetszik ez a recept. Tettél még egy kis csírát, igen, meg még egy kis csírát, sajtot. Egy kis sajtot, uh-huh, még így felfrissítettük vele az ételt. Jó illata van. Remélem, jó is lesz. Hát ezt maga a frissesség most igazán jó. Egyébként, amikor ugye volt egy díjazás az európai kastélyszállók között, amiben ugye 500 kastélyszálló vett részt, és ott ti kaptatok egy nagy díjat, ebben a gasztronómia is benne van, amikor díjaznak? Különböző kategóriák voltak, mi nem ebben lettünk az elsők, de természetesen volt ilyen is, akit ezért díjaztak, de én azt gondolom, hogy amikor egy ilyen díjat megnyer valaki, akkor ott egy mindennek rendbe kell lenni. Igen, minket. Komplex képér kell, hogy a díj miatt adják, tehát hogy nem csak egy egyes dolgok. Tehát egy kategóriát megnyerted. Igen. Ez óriási, gratulálok. De nem csodálom. Figyelj, olyan íze van ennek, Guszti, olyan finom.